Bagon szeptember 25-én ünnepélyes keretek között avatták fel az energetikailag megújult óvodát, tornacsarnokot és művelődési házat. Kistarcsa és Kerepes összefogásával, az Európai Unió és az állam 1 milliárdos támogatásával hamarosan jelentősen javul az érintett településeken az ivóvíz minősége. Kistarcsa közösségi életében mindig is jelentős helyet foglalt el a sport. Műsorunkban a helyi sportélet kiemelkedő képviselőivel ismerkedhetnek meg. Galgahévízen ismét rendeztek szüreti vigasságot, melynek keretében átadták a II. Rákóczi Ferenc Emlékparkban felújított játszóteret.